Sziasztok, itt egy újabb könyv, bemutató azóta egy igazán érdekes, vicces, humoros és mindeközben igazán elgondolkodható könyvről van szó, szóval a filozófia nagykönyvéről, amiben minden benne van, amit tudni érdemes. Hogy ez tényleg igaz-e, azt természetesen azt fogja megtudni, aki elolvassa, még olvassa a könyvet, de az már a borítójáról, meg a hátuljáról is látszik, hogy nem csak elég tartalmas, elgondolkodható, hanem tényleg humoros is. Hát nézzük belülről milyen. Látható, hogy maga a papír minősége szerintem hiper-szuper jó. Aztán láthatjuk az alkotótársakat, nem is egy emberről van szó, hanem hétről. Nem is hiába ilyen tartalmas a könyv, amit utána a tartalomjegyzében láthatunk. Nagyon durván tartalmas, föl van bontva a korszakokra, hiszen az ókortól, a középkoron, a reneszánsz és a racionalizmus korán át, a forradalmak korán át, a modern világba. De van kortárs filozófia és függelék is, és hát nagyon sok részből áll, és nagyon szépen vannak elválasztva láthatóan a nagy fejezetek. Kapunk így egy előszót is, természetesen aztán az ókor kapcsán, és kicsit olyan, mint egy lexikon, tudjátok, mondjuk a legnagyobb lexikonok egyike, az is hasonló módon épül föl, szerintem. Tehát persze azért vannak különbségek, de maga a design, a könyv felépítése, szöveg felépítése és a képek is, stb. Szerintem a lexikonokra hajaz, az egyáltalán nem baj. Viszont annál sokkal érdekesebben van tálalva sok minden, nem olyan száraz, mint a tankönyvek mondjuk filozófiában. Nekünk is volt kétféle filozófiánk, úgyhogy azért részben valamennyit tudok ebből, bár már régen volt. És sok lexikont is bújtam régebben. Szerintem sokkal jobban hasonlít egy érdekesebb lexikonra, mint mondjuk egy száraz tankönyvre. És már csak a külalakjával is, de egyébként ugyanígy a szövegek, maga a betűtípus is nagyon jó, és tényleg a papír minősége az, ami még olyan szuper. Mondjuk a könyv nem olcsó, 4500 körül van, emlékszem, vagy 4000 körül valahogy így, de hát mondjuk amilyen vastag és tartalmas, hát úgy nézzétek az árat, és hogy mennyire szépen kidolgozott. Úgyhogy mindenkinek, aki szereti a filozófiát, vagy csak most ismerkedik vele, mert azoknak is szuper okay. Annak mindenképp ajánlani tudom ezt a filozófia nagy könyve című kiadást, könyvet. Hát tanároknak nem biztos, hogy már kell, de lehet, hogy még filozófia tanárok is jól járnak vele, nem tudom. Mindenesetre csak ajánlani tudom azoknak, akiket tehát érdekel a téma. Jók néha a címek is. Hát ennyit akartam mutatni és mondani erről a könyvről, remélem tetszett nektek, búcsúzom tőletek, sziasztok!